Köszöntöm a fehérvári beszélgetések valamennyi nézőit. Mai vendégünk, hát tulajdonképpen jazz, dob, előadó művész, aztán zeneszerző, producer, a Magyar Jazz Szövetségnek az elnöke, és szerintem még biztos, hogyha elkezdek gondolkodni, akkor nagyon sok titulost tudok az ő nevéhez fűzni. Bágyi Balást köszöntöm sok szeretettel a stúdiónkban. Szervusz, Viki, köszöntöm a nézőket. Nagyon-nagyon régen beszélgettünk már a te pályádról, a te munkásságodról, meg úgy egyáltalán a zenével kapcsolatos viszonyodról. Talán akkor neveztek ki a Jazz Szövetség elnökének, mintha ez lett volna az apropó. Hát ez 5 éve tart. Ez most a 3. ciklusom. Nálunk ebben az egyesületben 2 évente van tisztújítás, és most 3-szor választottak meg. Akkor ezek szerint elégedett a tagság. Úgy néz ki. Egyébként ez egy ilyen dupla szisztéma, mert a tagság választja az elnökséget, és az elnökség választ maga közül elnököt. Úgyhogy így. Milyen kihívásokat tartogatott neked az elnökség, illetve mennyire könnyű vagy nehéz képviselni a szövetség tagjának az érdekét? Ugye a Magyar Jazz Szövetség egy civil szervezet, egy non-profit civil szervezet, itt a tisztségviselők, beleértve engem is, nem kapnak fizetést, tehát ez egy ilyen társadalmi munka. És hát nálunk úgy alakult, ez egy több mint 25 éves szervezet, hogy többségében zenészek vannak az elnökségben, és az elnök is mindig zenész. Ez nem minden szervezetnél van így, hasonló rokon szervezeteknél, más nemzeteknél, ahogy találkozgattam velük ilyen-olyan fórumokon, mert van, ahol teljesen tényleg szakmán kívüliek, vagy éppen promoterek, vagy újságírók, vagy jazzrajongók. Nálunk valahogy ez így alakult, és ennek megvan az előnye is, meg a hátránya is. Előnye az, hogy az ember sokkal jobban, cizelláltabban, mélyebben átlátja a szakmát. Az a kapcsolatrendszer, amivel én dolgozom, vagy amit működtetek, az gyakorlatilag a barátságokon, meg a kollegialitáson alapul. Hátránya az, hogy óhatatlanul elérik az embert olyan alapvetően irítség táplálta dolgok, hogy valaki most ezért vagy azért tart itt a karrierjében, holott erről szó sincsen. Tehát, hogy én valószínűleg úgy kerültem bele, hogy én kész voltam erre a dologra már, és hát bizonyos mennyiségű munkát, meg minőségű munkát már letettem az asztalra előtte is. És ha majd nem én leszek a Magyar Jazz Szövetség elnöke, nyilván előbb-utóbb ez is el fog jönni, akkor is ugyanúgy fogok dolgozni tovább, mint muzsikus, mint ahogy a mindennapjaimat is élem. Tehát igazából nem is szeretem én ezt összekeverni. Tehát van ez a titulus, meg jól hangzik, meg tényleg nem mondom, hogy nincsen presztízs értéke, mert van presztízs értéke, de mégse erről szólnak a hétköznapjaim. Hanem a zenéről, meg a jazzről általában. A zeneszerzésről, a gyakorlásról, és a színpadi létről. Mostán az utóbbi években azért hangsúlyosabb lett ez a színpadi lét. Igen, meg ahogy néztem így például a közösségi oldaladat is, hogy hát nem unatkozhattál az elmúlt hetekben, hónapokban. Én nem tudom, hát a világ hány táján fordultál meg? Ezt én nagyon tudatosan építettem. Mm. Tehát az most látszólag, vagy talán nem is látszólag, de tényleg a topon vagyok, tehát mind életkorilag, mind mindenhogyan, minden tekintetben, de ez nem máról holnapra bekövetkezett robbanás volt. Tehát nem egy ilyen isteni sugallat által varázsolódtam azzá, akivé most jelenleg lettem, hanem ebben 20 év kőkemény munka van. Tehát szisztematikus építkezés mind a karrier terén, mind zeneileg. Tehát rólam azért lehet tudni, hogy én egy önmenedzselést folytató ember vagyok, tehát nekem soha nem is volt menedzserem. Persze az emberek vannak segítségei, meg mindenféle, de úgy kimondottan az, hogy én hátradőjek, és akkor semmi mással ne kelljen foglalkozni, csak a hangokkal, olyan nincsen. És nem is szeretem, és nem is igénylem, még nincs is rá szükségem. Tehát én az a típus vagyok, aki szereti a kezében tartani a gyeplőt, hogy meglegyen a kontroll, és tudom csinálni. Erre nem mindenki alkalmas, én egy ilyen típus vagyok,
megnyomok egy gombot, akkor ez a funkció működik, meg a másik gombot, akkor a másik funkció. De a színpadon ez sosem jut eszembe, meg sosem jön le, ott nagyon mély rétegekbe próbálok leásni, mind magamban, mind a zenébe elmerülve, és ott ez kikapcsolódik teljesen. Az, hogy a háttérmunka az most könnyű volt-e, vagy nehéz, vagy az adott koncert esetében odáig eljutni, hogy odaállhassunk a színpadra, az ott már nem érdekes. Ott akkor csak a zene van 100%-ig. Azért érdekes, amit mondasz, mert ugye az ember, hogyha gondolkozik, akkor azt gondolja, hogy jazz, zene, művészlét, tehát, hogy sok minden eszembe jut, nem feltétlenül biztos a tudatosság. És ezért 20 évvel ezelőtt te akkor elgondoltad, hogy jó, akkor én ezt az utat szeretném bejárni, elindulok innen és ide kívánok eljutni. Az egy nagyon jó dolog, de szerintem kevesen képesek erre. Jó, hát nyilván megvannak azok a képességek, amik a zenei tehetségen túlmutatóan kellenek ahhoz, hogy az ember egy nemzetközi karriert felépítsen, tehát nyilván rengeteg kitartás, meg rengeteg munka. Tehát ez nem titok, tehát nincsenek receptek. Szoktam járni ilyen mindenféle zeneipari konferenciákra, és akkor a végén mindig az derül ki, hogy nincsen biztos recept. Vagy nincs az, hogy megvannak az egyéni utak. Viszont borzalmas nagy elkötelezettség kell hozzá, egyrészt a műfaj iránt, maga a jazzzene iránt, másrészt meg óriási hit, elsősorban magamba, hogy azt meg tudom csinálni. Aztán természetesen az ember jól kell, hogy megválassza a közreműködőket az életében. Itt most legelsősorban is a zenekari tagokra gondolok. Tehát az aztán annyira fontos, nem csak zenei szempontból, hanem emberileg is. Hát persze, hiszen velük vagy szinte a legtöbbet. Hát ha turnén vagyunk, akkor 0-24-ben vagyunk együtt. Tehát akkor elkerülhetetlen, hogy működjön. Szerencsére olyan ez a zenekar, most konkrétan Bágyi Balázs New Quartetre gondolok, akikkel az utóbbi 3-4 évben ezt a rengeteg szép sikert el tudtam érni, hogy ez olyan, mint egy család. Ez a második családom. Tehát ha mi együtt vagyunk, akkor mindenben együtt működünk. Az ötletek is. Ja, meg hát még egy dolog az, hogy az ember kreatív kell, hogy maradjon. Tehát nem lehet beleülni egy kézbe, mert nincsenek kéz dolgok. Tehát mindig készre kell csinálni valamit. És amikor megcsináltam, akkor menni kell tovább. Akkor azon hosszasan nem lehet elidőzni. Tehát nem lehet azért ott morfondírozgatni, és nincsen, amikor mondjuk, oké, megcsináltam, nagyon jól sikerült, és akkor most így nem jön, valamiért nem jön valami. Akkor kell mindig egy ember, aki tovább tol azon az úton, hogy nem szabad tehát érezheti úgy magát az ember, nem, hogy ki van égve. Igen, igen. Még nekem ennyire súlyosan így ez nem jelentkezett, és mindig figyelek a külvilágra. Rengeteg inspirációt gyűjtök be. Nem csak zeneit, hanem ugye a hétköznapi életből is, vagy emberi kapcsolatokból. Én rengeteg emberrel állok kapcsolatban. Én ezt nagyon élvezem. Tehát, hogy én valahogy így a közé vagyok. Tehát, hogy én keresem ezt. Tehát ez... Jó, az nem mindig jó, az ember belefut egy-két dologba, de hogy ez mindig ad feltöltődést. Mondok egy példát, hogy 2016-ban a New Quartettel és Pocsai Krisztával megcsináltunk egy albumot. Ez volt az Homage to Shakespeare halálának 400. évfordulójára, felkérésre írtam egy zenét. Ez az album, ez gramofon díjas lett a 2016-os év végén, mint az év magyar jazzlemeze, és akkor erre így rá lehetett volna ülni, és közben meg jött még egy gondolat, és az idén, most éppen pár nappal ezelőtt felvettünk egy újabb lemez, szintén Pocsai Krisztával, ami meg Ella Fitzgeraldról szól, és az ő munkásságáról, ő meg 100 éve született, és ezt ünnepeljük az idén. Tehát, hogy valamit megint elém rakott az élet, amivel kellett foglalkozni. És ha ez mindig így van, akkor az nagyon jó, mert akkor mindig van egy ilyen tovább gördítő erő és új inspiráció, és akkor
ha megvan a téma, akkor azért jön a kreativitás. Legalábbis eddig így voltam. Hát biztos elkövetkezik majd az idő. Ha megrekedek, akkor még valamit kitalálok. Ugye említetted, hogy most konkrétan erre a formációra gondolsz, azért, mert hát nem tudom, hogy a nézők közül hányan tudják, de ugye több formációban is játszol, és azért van a stílusok között is átmenet. Igen, igen, többféle zenek, 2-3 van. Most a cimbalom dobduónk az nem annyira aktív a duóla, ott Pénzszabó Dániel barátom cimbalmozik. Mert most én annyira a New Quartetre koncentrálok minden szempontból. Akkor most a New Quartet van a szíved csücskében. Igen, 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 meg az izgat legjobban zeneileg. Meg ott van most egy olyan műhely munka, amiben mindent bele tudok adni, meg amiből mindent ki is tudok venni. És akkor említettem a Pocsai Krisztát most ővele, és az is egy szín, egy másik repertoár. Tehát a New Quartetnek is van legalább 3 repertoárja. 3 olyan koncertanyag, és mikor mi a felkérés, vagy éppen mi a helyszín, akkor azt a koncertanyagot veszem elő. Aztán a duóla mellett van még az Eastern Boundary Quartet, az a magyar-amerikai vegyes kvartettünk, az is 10 éves már az idén, több albumon van túl. És például 2018-ban lesz egy USA turnénk ismét, mert az már régen volt, mert most talában európai turné volt inkább. De hát azóta, egy pár év óta meg elkezdtem Kínába járni. Igen, most, arról láttunk tök jó fotókat. Most megyek harmadszor, és eddig 2-szer egyedül voltam, és ottaniakkal zenéltem, és lett egy olyan kapcsolat, egy olyan mély szakmai meg baráti kapcsolat alakult ki egy trombitás kollégával, úgy hívják, hogy Li Xiaochuan. Ő a Shanghai Conservatory of Music-nak a professzora, egyébként Amerikában tanult, nem Kínában tanult jazz trombitálni. És őt meghívtam februárban egy MIPA koncertünkre, a Jazz Showcase keretében volt egy MIPA koncert, nagyon-nagyon jól sikerült, és most folytatjuk ezt az együttműködést majd októberben Kínában, nagyon sok városba megyünk, és most lesz az első alkalom, hogy az egész bandát ki tudom vinni. Akkor az is egy ilyen nagyon szuper dolog lesz a közeljövőben, de hogyha már a közeljövőt említettük, akkor itt mondjuk Fehérváron és a környéken is találkozhatnak veled személy. Hát augusztusban, hál' Istennek, nagyon sokat fogunk dolgozni a városban, mert nagyon sok olyan rendezvény lesz, ami hát tényleg országos hírű, és hát nagyon örülök, hogy ezekbe évről évre részt tudok venni. Hát mindenek előtt az Alba Régia Fest, az is most már évek óta minden évben megrendezésre kerül, és ott lesz egy koncertünk Pocsai Krisztával kiegészülve majd augusztus 8-án 18 órakor a Múzeumkertben. És aztán kezdődik majd a koronázási ünnepi játékok és a megnyitón. Hát hangsúlyos szerep jut majd annak a dobzenekarnak, amit vezetek évről évre, úgyhogy tavaly mi indítottuk el az első hang, vagy az első ütés az az enyém volt, ami elindította ezt a remekbe szabott rendezvénysorozatot. Jó mondjuk hazai pályán játszani? Jó, nagyon jó, nagyon, nagyon szeretem. Meg kényelmes. Kényelmes, mert csak... Tehát jó, tehát Pekingbe elrepülni is jó, meg New Yorkba elrepülni is jó. Amikor Lovasberényből negyed óra alatt begurulok a városba, és akkor itt lehet dolgozni, akkor az azért kényelmes, és nagyon jó leső érzés, és akkor nem is jelentkezik az egész utazással járó fáradtság, úgyhogy maximálisan a produkcióra, meg a produktumra tudok koncentrálni. Aztán tavaly voltunk a szertartásjátékban is, az első szertartásjátékban is. Igen, benne az voltam. Igen, az elsőben is már ott voltatok. Abban, és akkor Szikora Jánossal beszéltem, ő számítana rám az idén is. Úgyhogy valószínű leszünk. Szirtes Edina Mókus csinálja a zenét. Ővel is nagyon-nagyon jó a kapcsolatom. Nagyon szerette a Mókus. Gördülékenyen lehet vele együtt dolgozni. Nagyon egyféle dolgokat gondolunk. Úgyhogy most ez nagy öröm, hogy augusztusban bizony sokat fogok a városba dolgozni. Amikor még egyeztettünk a mai napról, akkor azt is elárultad, hogy táborozni készültök. Jaja. Nem sokára. Ez még a jövő héten van. A 10 éve van, hogy elkezdtem a Budaiki Jazz tábort.
még annak idején, mikor a Lausmann zeneművészeti szakközépnek az igazgatója voltam, akkor hoztam létre ezt a tábort, hogy legyen valami nyári történés is. Ez egy nagyon pici családias jellegű tábor, Bodajkor a Hangszíntér művészeti iskola épületében vagyunk, és hát amatőrök is vannak, meg félprofik is, gyerekek is, meg felnőttek is, 20-30 ember, akik improvizációval foglalkoznak, vagy akiket a jazzzene érdekel. És ez fog zajlani a jövő héten, tehát sokat fogok tanítani. Egyébként a tanítás az eléggé visszaszorult az életemben. És hiányzik? Vagy nem, más időszak volt? Megmondom őszintén, most én annyira más életet élek, egy nagyon-nagyon jó és szerethető helyem van nekem, mint tanárnak, vagy mint vezetőnek, mert otthon Lovasberényben mi 4 évvel ezelőtt megcsináltuk a művészeti iskolát. A Lovasberényi iskolát a református egyház tartja fenn egyébként, és ott annyira lelkes presbitérium van, és hát a lelkészünk is csodálatos zeneközeli ember, hogy megcsináltuk a művészeti iskolát, engem felkértek intézményegység vezetőnek, azt 4 évvel ezelőtt elvállaltam, és annyira kedvesek és támogatóak a zenész karrieremmel kapcsolatban, hogy tulajdonképpen tök rugalmas az egész. Tehát van heti 8 órám, azt igyekszem becsülettel megcsinálni, a többi munka az rugalmas, tehát az mobilis, van egy évek óta hozzám nőtt laptop, az velem utazik, az már reptéren ülve, vonaton ülve, bárhonnan lehet dolgozni, tehát az ilyen adminisztratív jellegű vagy szervezési feladatokat azt el tudom látni. Hát a tanításom is van helyettesem, hogy hát nyilván, amikor mondjuk a Távol-Keletre megyek, akkor több hétre megyek, akkor azok nem olyan rövid utak, akkor jön a helyettes, és akkor megoldjuk, de az egész közeg nagyon támogató, nagyon-nagyon szeretem, meg hogy otthon dolgozom. Aztán már csomó fellépésünk volt Fehérváron is, hogy ide hoztunk gyerekeket. Egy csomó olyan kolléga van, akiket én vittem oda, akik esetleg itt Fehérváron tanítanak, vagy tanítottak. A Hermannban ismertem még meg őket, akkor ők kijárnak. Szóval van egy ilyen nagyon egészséges összefonódás, meg egy sínretett rendszer, amiben én így szabadon tudok mozogni. Különben nem tudnám csinálni. Tehát ha nem lenne ez a fajta flexibilitás az életem, akkor nem működne. Amikor egyeztetünk erről a mai napról, akkor arra kértelek, hogy hozzál magaddal valamit. Ja, és nem tudtam, hogy mire gondolsz. És nem tudtam, hogy mire gondolok. Én meg rád bíztam, hogy arra gondolok, amire te gondolsz. Tehát teljesen mindegy, és hoztál valamit, ami első ránézésre, hát nem is tudom mihez hasonlítani. Itt van ez a kis szerkezet. Eszköz. Nevezzük eszköznek. Nem tudom a nézőknek. Hát így ki lehet tolni. Acélszálak jönnek ki, de mégse fegyver, majd mesélek egy történetet róla, és ezt úgy hívják, hogy dobseprű. És ez arról nevezetes, hogy ezt kifejezetten a jazzbe használja a jazzdobos. Tehát ez sem a klasszikus zenében nem létező eszköz, sem a rock zenében nem létező eszköz, ez kifejezetten a jazzben, a jazzdobosnak az eszköze, és ezzel ilyen takarító mozdulatokat végez a dobon, mindjárt demonstrálom, tehát így működik, és akkor... De izgi hangja is van egyébként. Hát a swing ritmust tudjuk ezzel hozni, ez egy ilyen finomabb. És az az érdekes, hogy nagyon lágy tud lenni, nagyon lágy hangzást tud létrehozni a jazz balladákból, de nagy tempókban is működik, nagyon univerzálisan használható, hát teljesen más a technikája, mint a dobverő kezelésnek, és mondom, speciálisan jazzdobosok használják. Na, a sztori meg ezzel kapcsolatban, és akkor mondtam, hogy nem fegyver, meg kitolható, meg betolható. Amikor először repültem, tudom, ilyen 15 évvel ezelőtt, és annyira rutintalan voltam, nem mondta ezt senki, mondja, ezt a főiskolán nem tanítják, hogy kell utazni eszközökkel, meg hangszerekkel, hogy
A kézi podgyászként vittem a verőtáskát. Van egy ilyen kis orvosi táskához hasonló. Dobverők, seprő, pomponos verő, minden eszköz benne van. És akkor megy át az átvilágító detektoron, bemegy a boxba. És azon a félállítottak mi. És nagyon szigorúan jönnek felém, és kérdezik, nyissam ki. És akkor mutatnak rá, mert ugye nekik azt mutatta, hogy ebben a tokban van valami. Ez mi az? És mondták, mi az? Na, akkor azt vegyem elő. Akkor ezt most nyissam ki, és ezt most magyarázzam meg. Tudod, hát a döbbenet, hát köpni nyerni nem tudtam, mondtam, hogy hát ez egy ugyanolyan eszköz, mint a dobverő, ezzel játszunk, ez egy dobseprű, és akkor végén úgy megenyhültek, aztán mondták, hogy jó van. Na, hát ez akkora tapasztalás volt, hogy ez így megakasztotta ott a rendszert, hogy utána mindig már beteszem a bőröndbe, és feladom, hogy az egész verőtáskát berakom a nagy bőröndbe, aztán hadd menjen, nem viszem többet így kézbe magammal. De annak meg az a veszély, ha meg nem érkezik meg, akkor meg mire a csatlakozásnál bőrön lekési, és mondjuk érkezés után aznap este koncert van, akkor meg ott állok eszközök nélkül. Jártál már így egyébként? Vagy csak? Úgy jártam, hogy a bőrön elkeveredett, de nem volt probléma belőle, mert nem volt aznap fellépés, és akkor másnap reggel megjött, úgyhogy akkor hozzájutottam a fogkefével együtt a dobseprőhöz is. Szóval akkor ő a dobseprő, és akkor őt mindenhova viszed magaddal. Igen, muszáj. Tehát ez része az eszköztárnak. Ugye az embernek van egy hangzása, úgy mondjuk zenész nyelven, hogy egy soundja, és hát ez is része. Ez a Bágyi Balázs sound. Hát ez egy mondjuk azt, hogy a jazzdobos sound. Ez mindenki aztán nagyon általános dolog. Beszéltünk a közeljövőről, már hogy az augusztusról, beszéltünk a 2018-as USA turnéról. Milyen tervek vannak még? Fú, hát ugye először ezt az ősz túl kell élni. Most én úgy néz ki, hogy többször megyünk Kínába, tehát több etap is lesz. Aztán novemberben van még egy Németország-Csehország turné, az egy egyhetes turné, de mondjuk ezekre a helyekre minden évben megyünk. Nagyon-nagyon szeretünk Prágába járni, nagyon nagy jazz élet van Prágába. Annak ellenére, hogy kisebb város, mint Budapest, de több jazzklub van, legalább kétszer annyi jazzklub van, mint Budapesten. Jó, hogy turista is több van, szerintem. Tehát jobban is keresik. Tehát mind az amerikai, mind például a japán turista, vagy éppen a nyugat-európai turista, az keresi a jazzt. Szeretik. És aztán decemberben csinálok még egy filharmónia turnét. Van egy filharmónia program, az a neve, hogy ilyen a jazz, és gyerekeknek játszunk, szervezetten iskoláknak előadások, ilyen rendhagyó énekóra címén működik az egész, 45 perces előadás, és megpróbáljuk a gyerekek fejébe a jazz szót elültetni, meg hogy a YouTube-on akkor rá tudjanak keresni az erről szót. És fogékonyak egyébként? Egyébként igen, csak annyira érdekes, hogy annyira más generáció. Tehát most nem is csak a jazzzel kapcsolatosan, egyáltalán az élőzenével kapcsolatosan, valamikor azzal kell szembesülnünk, hogy nem láttak még gyerekek élő embert hangszernél élőben zenélni. Hát ugye rácsodálkoznak, hogy itt most így megszólalt egy trió zongorával, dobbal, basszusgitárral, és az hogyan? Tehát ők a YouTube-on élik a saját világukat, rákeresnek zenékre, sajnos általában gépzenékre, komputerzenékre, ott megy egy videoklip, és így nem nagyon találkoznak azzal, hogy ember beüljön egy hangszer mögé és azon játszon. És hát ezt muszáj csinálni. Mondjuk jó, hogy az egész filharmónia erre van kitalálva, mármint az ifjúsági része, tehát a bérletes, meg ifjúsági hangversenyek. Nyilván mind a komoly zenében, mind most már a jazzben ez működik, hogy egyáltalán a gyerekek találkozzanak ezzel az élménnyel. Mert most már nem az a kihívás, hogy elmennek-e koncertre, vagy egyáltalán, hogy jazzt hallanak-e, vagy komoly zenét hallanak-e, hanem egyáltalán, hogy embert hangszeren játszani látnak-e. Tehát, hogy itt tartunk. Óriási. Ez nem jó, úgyhogy valami pozitív gondolattal fejezzük be. Valami pozitív üzenettel. Ez pozitív, mert ezzel dolgoztok. A pozitív a dologban az, hogy nagyon jól veszik. Tehát egy olyan élményt kapnak, vagy sokkot kapnak, komolyan mondom,
hogy ez mennyire jó, és hogy valaki idejött, és ezt megmutatta nekik is, hálása. Tehát ez nagyon pozitív az egészben. Ez jó. Én sok sikert kívánok ehhez, és köszönöm, hogy itt voltál. Köszönöm szépen a beszélgetést. Nézőinknek pedig megköszönöm a figyelmüket. Fehérvári beszélgetésekkel természetesen holnap is jelentkezünk. Viszontlátásra!